Tami Trademark közösen a Tamiska SM-mel a Tamik Sub TM feliratozásában 2022-ben bemutatja Lili előadásában. Miss Marple, a házmesterné bosszúja. Nos, hogy vagyunk? Kérdezte betegét Heidok doktor. Miss Marple halvány mosolyt vetett rapárnáiról. Azt hiszem, hogy valójában jobban vagyok, ismerte be, de szörnyen lehangoltnak érzem magam. Talán jobb lett volna, ha meghalok. Végtére is. Eljárt felettem az idő. Nem kellek senkinek, nem hiányoznék senkinek. Heidok doktor szokásos nyersmodorában szakította félbe. Igen, igen, ezt ismerjük. Az influenzát követő jellegzetes depresszió. Valami kell magának, ami felrázza egy kicsit, amolyan lelki serkentőszer. Miss Marple sóhajtva rázta meg a fejét. Sőt, mi több, folytatta a doktor. Már el is hoztam magammal az orvosságot. Azzal egy nagy borítékot dobott az ágyra. Épp magának való, az ilyesfajta rejtvényeket szereti megoldani. Rejtvény? Miss Marple szemében némi érdeklődés csillant. Szerény irodalmi próbálkozásom, vörösödött el a doktor. Megkíséreltem az esetet novella formába önteni. Így szólt a férfi, mondta a lány, gondolta magában, és így tovább. A történet azonban valóságos tényeken alapul. De miért rejtvény? Kérdezte Miss Marple. Heidok doktor szélesen elmosolyodott. Mert magának kell megfejtenie. Kíváncsi vagyok, csak ugyanolyan okos-e, amilyennek teszi magát. És ezzel a búcsúdöféssel távozott. Miss Marple pedig kivette a borítékból a kéziratot, és olvasni kezdte. No, és hol a menyecske? Kérdezte kedélyesen Miss Harmon. A falut majd szétvetette a kíváncsiság, annyira szerették volna már látni Harry Lexton dúsgazdag és világszép fiatal feleségét, akit külhomból hozott magával. Az volt az általános és elnéző vélemény, hogy Harry, a hírhedt tékozló fiú megfogta az Isten lábát. Harryvel mindig mindenki elnéző volt. Még a betört ablakok tulajdonosai, Harry paritjájának kárvoltjai is feledték jogos haragjukat, amikor meglátták a kis Harry gyerek őszintén bűnbánó ábrázatát. Betört ablakok, kifosztott gyümölcsösök, orvul elejtett nyulak szegélyezték Harry kamaszkorát, később pedig adósságot adósságra halmozott, hírbe keverte a trafikosék lányát, mire a családja sürgősen elküldte Afrikába. És a falu közvéleménye, amelyet különféle idősödő hajadonok képviseltek, elnézően morogta. Fiatalság, bolondság, majd csak benő a feje lágya! És a tékozló fiú hazatért. Nem bűnbánóan, hanem diadalmenetben. Harry Lexton megcsinálta a szerencséjét. Összeszedte magát, keményen dolgozott, s végül megismerkedett egy dúsgazdag, félig angol, félig francia lánnyal, és rövid udvarlás után elvette feleségül. Harry élhetett volna Londonban, vásárolhatott volna birtokot valahol vidéken, ahol jó vadászterület van. Ő azonban úgy döntött, hogy hazatér szűke pátriájába, és itt a lehető legromantikusabb módon megvásárolta King's Dean-t, azt a lerobbant birtokot, amelynek az intézői lakásában töltötte gyerekkorát. Maga az udvarház már vagy 70 esztendeje lakatlan volt. Elhanyagoltan, dűledezett, omladozott. Egyetlen lakható sarkában egy vénházmester élt, feleségestül. A ház nagy volt, de csúf. A kertet felverte a gaz, a fák, bokrok elvadultak, King's Dean valóságos elvarázsolt kastély volt. A kellemes, igénytelen intézői lakot hosszú esztendőig bérelte Lexton őrnagy, Harry édesapja. Gyerekkorában Harry állandóan a birtokon csavargott, úgy ismerte az elvadult erdőt, akár a tenyerét, és szívesen lődörgött a félig romos udvarházban. Lexton őrnagy néhány éve meghalt. Mindenki azt gondolhatta hát, hogy Harryt már semmi sem köti hajdani otthonához. És mégis ide hozta magával fiatal feleségét.
a roskatag udvarházat lebontották. Építő munkások hadaszállta meg a helyet, és szinte varázslatosan rövid idő alatt állt a vakító fehér újház az ódonfák között. Ezután vonult be a kertéssereg, a nyomukban pedig a bútorszállító kocsik. Megérkezett a cselédség. Legvégül pedig pompás limuzin szállította Harryt és feleségét a bejárat elé. A falu rohant, hogy tiszteletét tegye, és Mrs. Price, a legnagyobb falubeli háztulajdonosa, aki magát a helyi társaság vezér szellemének tekintette, meghívókat küldött szét a fiatal asszony tiszteletére rendezett estére. Óriási esemény volt, számos hölgy új ruhát csináltatott az alkalomra. Mindenki izgatott volt, kíváncsi volt, alig várta, hogy megismerkedjék a mesebeli király kisasszonnyal, hiszen olyan ez az egész, mint valami tündérmese. Miss Harmon, a viharvert, kedélyes öreg kisasszony, akkor hangoztatta az előzőekben idézett kérdést, amikor átnyomakodott a zsúfolt szalon ajtaján. A kis Miss Brand, vézna, kiszáradt hajadon, izgatottan szolgált információval. Ó, kedvesem, elbűvölő teremtés, és milyen jó madarú, és milyen fiatal! Az ember szinte irigyli, ha valakinek ennyire megvan mindene. Szép is, gazdag is, jól nevelt is, és milyen elegáns, nincs benne semmi közönséges, és a drága Harry a tenyerén hordja. Semmi sem tart örökké, vélte Miss Harmon. Miss Brand vékony orra megrezzent. Ó, kedvesem, csak nem gondolod? Ismerjük valamennyien a mi Harrynket, jelentette ki Miss Harmon. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen. Nagyon jól tudjuk, milyen volt, de most már... Ó, a férfiak nem változnak, legyintett Miss Harmon. Aki nagy kutya volt fiatalon, öregkorára is az marad, ismerem a fajtájukat. Ejnye, ejnye, szegény asszonyka! Miss Brent arcán elégedettség ömlött el. Hát igen, alig ha nem meggyűlik még a baja a férjével. Valakinek figyelmeztetnie kell. Vajon hallott-e arról a régi históriáról? A két hölgy jelentőségteljes pillantást váltott. Nagyon helytelen lenne, folytatta Miss Brand, ha nem értesülne róla, igazán kínos. Kivált, hogy a faluban csak egyetlen patika van. A trafikosék lánya ugyanis Mr. H-hez, a patikushoz ment feleségül. Sokkal helyesebb lenne, tódította Miss Brand, ha Mrs. Laxton Marge Benhambe járna a Boots gyógyszertárba. Lefogadom, hogy ezt maga Harry Laxton fogja javasolni, vélte Miss Harmon. És a két hölgy ismét jelentőségteljesen nézett össze. Igen, nekem is ez a véleményem, mondta Miss Harmon, hogy az asszonykának tudnia kellene róla. Bestiák! Szólt felháborodva bácsikájához, helydok doktorhoz, Clarice Vane. Némelyik nő, valóságos szörnyeteg. Nagybátyja kíváncsian nézett rá. Clarice magas, csinos, fekete lány volt. Melegszívű, könnyen hevülő természet. Nagy barna szeme most méltatlankodva villogott. Akár a dühös macskák sziszegnek, fújnak, és minduntalan célzásokat ejtenek el. Harry Laxtonról? Igen, meg a trafikosék lányáról. Ó, az a régi ügy, vont vállat a doktor. Sok fiatal embernek volt hasonló szerelmi históriája. Hát persze, volt és el is múlt. Miért kell hát felhánytorgatni, hiszen hosszú évek teltek el azóta, mint a keselyük, amint hullákon lakmároznak. Elhiszem, kedvesem, hogy te így látod, csak hogy tudod, ide lent mi nálunk igen kevés érdekes dolog történik. Hát muszáj szegényeknek a hajdani botrányokon rágódni. Csak azt nem értem, miért ejtesz téged ennyire kétségbe. Clarice Vane az ajkába harapott. Arcát elfutotta a vér, különösen folytott hangon szólalt meg. Olyan boldognak látszanak, mármint Laxtonék, fiatalok, szeretik egymást. Minden olyan szép körülöttük, nem tudom elviselni a gondolatot, hogy holmi suttogások, pletykák, célzások, rosszindulatú szóbeszéd és általános utálatosság elronthatják.
Aha, értem. Épp az imént beszélgettem Lextonnal, folytatta Clarice. Annyira boldog, úgy fel van dobva, és annyira, igen, annyira izgatott, amiért sikerült megvalósítani a szívevágyát, és újjá építenie a házat. Úgy örül, mint valami gyerek. Az asszony pedig, nos, azt hiszem, ő még soha életében semmi rosszat nem tapasztalt. Mindig megvolt mindene. De hiszen láttad magad is, Freddy bácsi. Mi a véleményed róla? Az orvos késlekedett a válasszal. Mások szemében Louis Lexton iridlésre méltó lehet. A szerencse elkényeztetett gyermeke, de őt csak a hajdani slágerre emlékeztette. Szegény kicsi gazdag lány. Finom csontú, törékeny kis teremtés, lenszőke haja merev csigákban övezi arcát, óriási kék szemes sóvárogva néz a világba. Louis elbágyadt egy kicsit. A gratulációk áradata elárasztotta. Azt remélte, hogy hamarosan hazamehetnek. Talán Harry is megelégelte a mulatságot. Férjére sandított, olyan magas, olyan széles a válla, olyan nagy élvezetét leli ebben a szörnyű, unalmas estében. Szegény kicsi gazdag lány. Ez a megkönnyebbülés nagy sóhaja volt. Harry mosolyogva fordult feleségéhez. Autón hajtottak hazafelé. Drágám, hogy milyen szörnyű volt ez az esti, mondta Louis. Igen, elég szörnyű, nevetett Harry. Annyi baj legyen, édes. Muszáj volt végigcsinálni. Ezek a vén macskák mind ismertek engem kölyök koromban. Rémes csalódás lett volna nekik, ha nem vehetnek téged alaposan szemügyre. Louis fintort vágott. Gyakran együtt kell majd lennünk velük? Á, dehogy. Majd mindenki levizitel nálunk, te pedig visszaadod a látogatást, és ezzel vége. Meghívhatod a barátnőidet, teheted, ami jól esik. Louis egy-két percnyi hallgatás után megkérdezte. Lakik a környéken valaki, akivel kellemes együtt lenni? Hogyne. A vidéki gentri társaság. Bár lehetséges, hogy egy kicsit őket is unnád. Többnyire a kertjük érdekli őket, meg a vadászkutyák, meg a lovak. Persze, te is fogsz lovagolni. Azt majd nagyon élvezed, meglátod. Van oda át Ellingtonban egy ló? Szeretném, ha megnéznéd. Gyönyörű állat, tökéletesen idomított. Semmi rossz indulat nincs benne, de csupa élet. A kocsi lassított, amikor bekanyarodtak a birtok kapuján. Harry eltekerte a kormányt, és káromkodott, amikor egy groteszk figura az út közepén felszökkent az autó előtt. Hajszál híja volt, hogy el nem gázolták. Az alak ott állt, az öklét rázta, és a távolodó autó után ordítozott. Louis megragadta a férje karját. Ki volt ez? Ki ez a szörnyű szipírtyó? Harry arca komor volt. Az öreg Mrs. Murgatroyd. Ő meg a férje amolyan házmesterfélék voltak a régi házban. Majdnem 30 évig ott laktak. De miért rázta felénk az öklét? Harry elvörösödött. Mert nagyon rossz néven vette, hogy lebontottam a házat. Neki meg persze felmondtam. A férje 2 éve meghalt. Azt mondják, a halála után az asszony egy kicsit megzavarodott. De csak nem éhezik? Louisnak ködös és meglehetősen drámai elképzelései voltak. Aki nagyon gazdag, az elszakad az élet valóságától. Úristen! Kiáltott felháborodottan Henry. Louis, mit képzelsz te rólam? Tisztességes nyugdíjat adok neki természetesen, és egy saját kis házba költöztetem. De hát akkor mi bántja? Kérdezte döbbenten Louis. Honnan tudjam? Kérdezte még mindig komoran Henry. Dél is az öreg lány. Imádta azt a házat. De hiszen már valósággal romba dőlt. Hát persze. A fala kidőlt, bedőlt, a tető lyukas volt. Nem is volt már biztonságos, de azért neki alig, ha nem sokat jelentett. Nagyon sokáig élt ott. Nem is tudom, valószínűleg becsavarodott a szerencsétlen. És megátkozott minket, mondta kényelmetlenül Louis. Jaj, Harry, bárcsak ne tette volna. Louis úgy érezte, hogy új otthonát megfertőzi, megmérgezi a bolond vénasszony rossz indulatú figurája. Ha autón ment el, ha kilovagolt, ha kutyáit járatta, az a groteszk alak mindig ott leskelődött, összegörnyedve, vasszürke, kócos tincsein, ócska kalappal, magában átkokat motyogva. Louis maga is arra a meggyőződésre jutott, hogy az öregasszony megzavarodott.
de ettől semmi sem lett könnyebb. Mrs. Murgatroyd sohasem lépett be a házba, nem is élt határozott fenyegetéssel, nem erőszakoskodott. Gunnyasztó alakja mindig ott volt látható a kapu előtt. Semmi értelme nem lett volna a rendőrséghez fordulni. Harry Lexton ehhez amúgy sem szívesen folyamodott volna. Ez csak erősítené a vén szörnyeteg iránt a falurokon szemvét, mondta. Ő sokkal könnyebben fogta fel az egészet, mint Louise. Sose izgasd magad, drágám. Majd megunja ezt az ostoba átkozódást. Valószínűleg csak ki akarja próbálni, milyen hatást ér el vele. Tévedsz, Henry. Valóban gyűlöl minket. Érzem, a vesztünket kívánja. De ő sem boszorkány, drágám. Még ha annak látszik is, hagyd már fel ezzel a beteges képzelgéssel. Louise hallgatott. Most, hogy a költözködés első izgalma elült, furcsán magányosnak érezte magát, és tartalmatlannak az életét. Eddig Londonban élt, Párizsban vagy a Rivierán, nem ismerte az angol vidéki életet, és nem is volt hozzá érzéke. A kertészkedéshez nem értett, legfeljebb a virágokat tudta ízlésesen elrendezni. A kutyákat sem szerette igazán. A szomszédokat, akikkel megismerkedett, szívből unta. Leginkább a lovaglást élvezte. Olykor Harryvel lovagolt ki, máskor, ha a férjét elfoglalták a birtok ügyei magában. Átvágott az erdőn, az ösvényeken, élvezte, milyen egyenletesen vágtat Harry herceg a gyönyörű ló, amelyet a férjétől kapott. De még Harry herceg az érzékeny pej is meghőkölt, amikor úrnőjével a hátán elügetett a rossz indulatú vén asszony kuporgó alakja mellett. Egy szép napon Louise összeszedte minden bátorságát. Ezúttal gyalog sétára indult. Elment Mrs. Murgatroyd mellett, mintha észre sem venné, ám hirtelen sarkon fordult, és egyenesen odament hozzá. Kissé remegett a hangja, amikor megkérdezte. Mi a baja? Mit akar tőle? Mi a szándéka? Az öreg asszony csak pislogott. Ravasz, sötét arca volt, vasszürke haja kusza csimbókokban csüngött, gyanakvó szeme csípás volt. Talán iszik, gondolta Louise. A vénség sipító, de mégis fenyegető hangon szólalt meg. Azt kérdi, mit akarok? Hagyd még mit! Azt, amit elvettek tőlem! Kidabadt ki a házamból! Majd 40 évig ott laktam, lánykorom óta! Galasság volt kidobni engem onnan, és gonosz sorsot hoz majd magára, meg ő rá! De hiszen nagyon szép kis háza van, mondta Louise. És torká rekedt a szó, az öreg asszony égnek vetette két karját. Mi hasznom belőle? Sikította. Nekem a magam házam kell, a magam tűzhelye, ahol évekig üldögéltem. Azt megmondom, hogy magának, meg neki egyetlen boldog percese lesz abban a csuda új házukban. Fekete bánat szálljon magukra, gond és halál az én átkom, hogy rohadjon el, feketedjen meg az a szép arca. Louise sarkon fordult, és botladozva futásnak eredt. El kell mennem innen, gondolta, el kell adnunk a házat, azonnal mennünk kell. E pillanatban igazán könnyűnek látszott a megoldás, hanem Harry értetlen magatartása megdöbbentette. Hogy elmenjünk? Kiáltotta. Hogy adjuk el a házat egy bolond vénasszony fenyegetőzése miatt? Azt hiszem, te is megbolondultál. Nem, csak meg vagyok rémülve. Tudom, hogy valami nagyba ér bennünket. Hadd csak rám, Mrs. Murgatroydot, mondta komoran Harry. Majd én elintézem. Clarice Vane és az újdonsült Mrs. Lexton összebarátkozott. A két fiatal teremtés hasonlókorú volt, bár alkatuk is, ízlésük is igen különböző. Clarice társasága megnyugtatólag hatott Louise-ra. Clarice olyan önálló, annyira magabiztos. Louise megemlítette Mrs. Murgatroyd dolgát, a fenyegetéseket, de Clarice inkább bosszantónak, mintsem ijesztőnek találta az ügyet. Szörnyen ostoba helyzet, mondta. Igazán nagyon bosszanthat benneteket. Tudod, Clarice, én néha rémesen félek. A szívem majd kiugrik a helyéből. Szamárság! Ne engedd, hogy egy ilyen ostobaság elkeserítsen. Az a nő hamarosan beleun a játékba. Louise elhallgatott. Mi a baj? Kérdezte Clarice.
Louise csak néhány pillanat elteltével válaszolt, de akkor csak úgy ömlött belőle a szó. Gyűlölöm ezt a helyet, utálok itt lenni. Az erdő, ez a ház, éjszaka az a rémes csönd, és az a hátborzongató bagoly huhogás, meg az emberek, meg minden. Az emberek? Miféle emberek? A falubeliek, azok a szimatoló vén pletykafészkek. Mit mondanak? Kérdezte éles hangon Clarisse. Nem tudom, semmi különöset, de szörnyen rosszindulatúak. Ha az ember beszélget velük, az az érzése, hogy már nem bízhat senkiben. Az ég világon senkiben. Ne törődj velük, mondta nyers hangon Clarisse. Nincs más dolguk, csak a pletyka, és annak a sok mocsoknak a nagy részét csak kitalálják. Bárcsak soha ne jöttem volna ide, sóhajtott Louise, aztán ellágyult a hangja. De Harry annyira imádja King's Dean-t. Te pedig Harryt imádod, gondolta Clarisse. Mennem kell, mondta hirtelen. Majd a kocsi hazavisz, gyere el minél hamarabb. Clarisse bólintott. Louise-t valamelyest megvigasztalta új barátnőjének látogatása. Harry örült, hogy jobb kedvében találja, és bíztatta. Hívja meg Clarisse-t minél gyakrabban. Aztán egy szép napon így szólt. Jó híreim vannak, drágám! Igazán? Micsoda? Elintéztem Mrs. Murgatroydot. Van egy fia Amerikában, tudod? Nos, rábeszéltem, hogy menjen ki hozzá. Fizetem az úti költségét. Ó, Harry, hiszen ez csodálatos! A végén még megszeretem King's Dean-t. Hogy megszereted? Hiszen ez a legcsodálatosabb hely a világon. Louise megborzongott. Nem tudott egy csapásra megszabadulni babonás félelmétől. Szent Mary Mead hölgyei azt az élvezetes reményt dédelgették, hogy a fiatalasszonynak tájékoztatással szolgálhatnak a férje múltjáról, ettől az örömtől maga Harry Lexton fosztotta meg őket. Miss Harmon és Clarisse Vane is benn volt Mr. H. patikájában, az egyikük maírtót vásárolt, a másik egy csomag borsavat, amikor belépett Harry Lexton és a felesége. Harry üdvözölte a hölgyeket, majd a pult felé fordult, és egy fogkefét kért, ám mondat közben elhallgatott, majd kedélyesen felkiáltott. Na hát, kit látnak szemeim, hiszen ez Bella saját személyében. Mrs. H., aki a hátsó helységből sietett elő, mert a patikában nagy volt a forgalom, vidáman Harryre mosolygott, nagy fehér fogai kivillantak. Valaha csinos, fekete lány volt, és még most is szemrevaló asszony, noha tekintélyes súlyt szedett magára. Arcvonásai durvábbak lettek, de nagy barna szeme melegen sugárzott, amikor viszonozta az üdvözlést. Bizony, hogy Bella, és nagyon örül, hogy régi kedves ismerős láthat viszont. Harry a feleségéhez fordult. Bella, hajdani szívszerelmem, Louise, őrültem bele voltam hamarodva, igaz, Bella? Ha maga mondja, vont vállat kacéran Mrs. H. Louise nevetett. A férjem nagyon boldog, hogy viszont láthatja régi barátait, mondta. Ó, mi nem felejtettük el magát, Harry, kacagott Mrs. H. Szinte olyan, mint a mesében, hogy megnősült, és új házat épített annak a romhalmaznak a helyébe. Remekül néz ki, Bella, mondta Harry. Mrs. H. pedig kacagva közölte, hogy remekül is érzi magát. Azután megkérdezte, milyen fogkefével szolgálhat. Clarisse az elképet, Miss Harmon ábrázatát figyelte, és magában ujjongott. Jól van, Harry, ügyesen csináltad. Heidog doktor homlokát ráncolva fordult unokahúgához. Mi ez az ostobaság az öreg Mrs. Murgatroyddal, hogy King's Dean körül órálkodik? Az öklét rázza és átkozza az új lakókat? Nem ostobaság, pontosan így igaz. Louise eléggé kétségbe is van esve miatta. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon. Még amikor Murgatroyék házmesterkedtek, szüntelenül morogtak a ház miatt. Csak azért maradtak ott, mert Murgatroyd divott és máshol nem kapott munkát. Majd elmesélem Louise-nak, mondta kétkedő hangon Clarisse. De nem gondolnám, hogy el is hiszi, az a vénasszony valósággal rikoltozik dühében. Annak idején nagyon szerette Harryt, nem értem az egészet. Na mindegy, mondta Clarisse. Nem sokára megszabadulnak tőle, Harry fizeti az úti költségét Amerikába. 3 nap múlva a ló levetette Louise-t, és a fiatalasszony szörnyet halt.
A pék teherautójának sofőrje és kihordója szemtanúja volt a balesetnek. Látták, amint Louise kilovagol a kapun, látták, amint az öregasszony felugrik, és az út közepén hadonászik, látták, hogy a ló meghőköl, felágaskodik, majd vadul végigszáguld az úton, és a fején át leveti magáról Louise Lextont. Az egyik ember ott állt az eszméletlen alak fölött. Nem tudta, mit tegyen, a másik a házba rohant segítségért. Harry Lexton futva közeledett, az arc kifejezése szinte kísérteties volt. A férfiak levették a teherautó ajtaját, arra fektették az asszonyt, és bevitték a házba. Louise nem nyerte vissza az eszméletét, és meghalt, mire az orvos megérkezett. Itt végződik Heidog doktor kézirata. Amikor az orvos másnap beállított, örömmel konstatálta, hogy Miss Marple orcája rózsásra pirult, és sokkal élénkebb az egész hangulata. Nos, szólt a doktor. Hogy hangzik a verdikt? Mi a probléma, Heidog doktor? Kérdezte vissza Miss Marple. Ejnye, drága hölgyem, hát tőlem várja a választ? Úgy gondolom, mondta Miss Marple, hogy a házmesterné különös magatartása. Miért viselkedett ennyire furcsán? Az emberek általában rosszul viselik, ha kiteszik őket a régi otthonukból, csak hogy ez nem volt az otthona, sőt, amíg ott lakott, más csetett, mint zsörtölődött, panaszkodott. Igen, ez valóban gyanús. Egyébként mi lett az öreg asszonnyal? Meglépett Liverpoolba. A baleset megijesztette. Úgy gondolta, majd ott várja ki, amíg a hajója indul. Mindez roppant kézenfekvő lehetett valakinek, vélte Miss Marple. Igen, azt hiszem, a házmesterné viselkedésének problémája igen könnyen megoldható. Megvesztegették, igaz? Tehát ez a kegyed megoldása? Nos, ha nem volt természetes, hogy így viselkedik, akkor alig, ha nem megjátszotta magát, ahogy manapság mondják, ez azt jelenti, hogy valaki megfizette érte. Talán azt is tudja, ki volt az a valaki? Ó, igen, azt hiszem. Megint csak a pénz, sajnos. És régen észrevettem, hogy az urak általában mindig egy ugyanazon típusú nőhöz vonzódnak. No, ezt már nem tudom követni. Pedig roppant logikus az egész. Harry Lexton bolondult Bella Edgért, aki fekete hajú élénk teremtés. A maga Clarice húga ugyanaz a típus. De a szegény kis feleség már egészen másfajta volt. Szőke, szelíd, ragaszkodó, egyáltalán nem Harry Lexton zsánere. Tehát nyilván a pénzért vette el, és a pénzért gyilkolta is meg. Kegyet tehát a gyilkosság szót használja? Nos, Harry minden esetre a megfelelő típus. Nőcsábász és tökéletesen gátlástalan. Gondolom, meg akarta szerezni a felesége pénzét, aztán elvenni a maga unokahúgát. Néhányan láthatták, amint Mrs. Edge-el beszél, de nem hiszem, hogy az asszony még érdekelte volna. Bár merem állítani, hogy szegény teremtéssel elhitette csak azért, hogy ezzel is a maga céljait szolgálja. Az ujja köré csavarta szegényt. És mégis mit gondol, hogyan gyilkolta meg a feleségét? Miss Marple néhány percig szótlanul merett maga elé, álmatag kék szemeivel. Nagyszerű volt az időzítés. A pék embereivel, mint szemtanúk, látták az öregasszonyt, és a lóriadalmát persze ennek tulajdonították, de én magam azt gondolom, hogy légpuska riaszthatta meg, vagy talán parittya. Igen, épp amikor a ló kiügetett a kapun, a ló természetesen meghőkölt, és levetette Mrs. Lextont. Miss Marple elhallgatott, összevont a szemöldökét. A zuhanásba is belehalhatott, de ez nem volt biztos. Márpedig Lexton az a fajta ember, aki gondosan elkészíti terveit, és semmit sem bíz a véletlenre. Végtére Mrs. Edge is adhatott neki valami megfelelő szert, a férje tudta nélkül. Máskülönben Harry miért fecsérelte volna rá az idejét? Igen, alig, ha nem lehetett a keze ügyében valami gyorsan ölő méreg, amit beadhatott még a maga megérkezése előtt. Végtére, ha egy asszonyt levet a ló, súlyosan megsérül, és úgy hal meg, hogy vissza sem nyeri az eszméletét. Nos, egy orvos rendes körülmények között nem gyanakodna, igaz? A sok számlájára írná, vagy ilyesmi. Heidog doktor bólintott. Miká tette fel a gyanúját? Kérdezte Miss Marple.
Nem kellett hozzá nagy okosság, mondta Heidog doktor. Csupán az a jól ismert és elcsépelt tény, hogy a gyilkos annyira el van ragadtatva a tulajdon zsenialitásától, hogy megfeledkezik a kellő óvatosságról. Épp néhány vígasztaló szót szóltam a kétségbe esett férjhez, és szívből szántam szegény embert, amikor levetette magát a heverőre egy kis színjátszás céljából, és a zsebéből kiesett egy injekciós fecskendő. Olyan rémülten kapta fel, hogy ez szeget ütött a fejembe. Harry Lexton nem kábítószeres, az egészségi állapota kitűnő, mit csinál egy injekciós fecskendővel? Boncolás közben szem előtt tartottam bizonyos lehetőségeket, és sztropantin találtam. A többi már nem volt nehéz. Langstonnak volt a birtokában sztropantin, és amikor Bella Edget kikérdezték a rendőrök, megtört és bevallotta, hogy ő adta a szert Langstonnak. És végül az öreg Mrs. Murgatroy bevallotta, hogy Harry Lexton bérelte fel az átkozódás színjátékára. És az unokahúga túltette magát a dolgon? Igen, tetszett neki is a fickó, de nem volt köztük semmi. Az orvos felemelte kéziratát. Kitűnőt érdemel, Miss Marple, de kitűnő jár nekem is a receptemért. Kegyed valósággal visszafiatalodott.